Lassan egy éve home office-ban dolgozom. Ebben a videóban arról fogok mesélni, youtuberként és videókészítőként, hogyan dolgozok otthonról. A munkám nagyjából ebből áll. E-mailek, heti 1-2 forgatás, videóvágás, kapcsolattartás a gyártókkal és az ügyfelekkel. Az aktív időm kis részét teszi ki a forgatás. Ezért a munkámat alapvetően laptopról végzem. Online osztom meg az elkészült videókat az ügyfelekkel, online számlázok, és törekszem az e-mailekben történő kommunikációra. Legfőképp áramra, aktív, gyors adatkapcsolatra, és egy laptopra van szükségem. Hetente megpróbálok egy számomra érdekes témában YouTube videókat készíteni. Ezek kapcsán esetenként közösen dolgozok gyártókkal. Felvetek egy témát egy videóhoz, ők pedig megpróbálják az eszközöket biztosítani számomra. Ebben az esetben ezt a videót az Asus Magyarország támogatta. Az ZenBook Pro Duo-n keresztül fogom bemutatni azt, hogy hogyan dolgozok. Reggel megpróbálok azonos időpontokban kikelni és megreggelizni. Azt vettem észre, ha előre megtervezem a napjaimat, akkor sokkal motiváltabb leszek. A reggeli után első dolgom megválaszolni a beérkező e-maileket, és elküldöm az aznapra tervezett leveleimet. Ezután elkészítem a kávémat, ami egy szuper löketet tud adni a délelőttömnek, még ha borús az idő is. De nyugodjatok meg, szerintem semmivel se rosszabb egy gépi vagy kapszulás kávé. Még a délelőtt folyamán legépelem egy jegyzetömbe a legfontosabb gondolataimat egy soron következő videó kapcsán. Egy ilyen jegyzethez többször is visszatérek, és szépen lassan megtelnek gondolatokkal a sorok. Ebéd után elfogyasztok pár YouTube videót, legyen ez szórakoztató vagy technikai. Az Asus ZenBook Pro Duo-nak a 4K OLED kijelzője kiváló tartalom készítés és fogyasztásra is. A 4K25 vagy a 4K75 FPS-es videóimat pillanatok alatt meg tudom színezni. A nyers felvételeket a terepen pedig azonnal meg tudom szerkeszteni. A laptop teljesítménye kiváló számomra. A benne lévő Intel i7-9750 és az Nvidia RTX 2060 grafikuskártya pillanatok alatt kirendeli az anyagot, így több időm van az előkészületekre, és nem kell aggódnom, ha módosítanom kell a videót. A dupla kijelzőnek köszönhetően több ablakot is megnyitva tarthatok videóvágás közben. Ez kényelmesebbé tudja tenni, amikor a videót be akarod importálni a videóvágó szoftverbe. A ZenBook Pro Duo szuper billentyűzete plusz egy vezeték nélküli egér kiváló kombót alkot. Szeretek az íróasztal és a kanapé között váltogatni a munka során, és óránként megpróbálni egy rövid nyújtást beiktatni. Egy monoton videóvágást szeretek megszakítani egy kávéfőzéssel, egy elmosogatással, vagy akár csak egy YouTube videó megnézésével. Kikapcsolódásképpen pedig néha egy kis gémelés is belefér, de természetesen csak szűk időkeretben. Éreznetek el, hogy mikor kell kikapcsolódni, és mikor kell dolgozni. Ha végeztem a munkával, és ha az idő engedi, akkor pedig megpróbálok kosarazni. Fontos a home office-ban, hogy különbséget tegyél a napok között. Törekedj arra, hogy minden nap valami másabb legyen, mint az előző. Öltöz fel, mintha munkába mennél, próbálj meg beiktatni szüneteket, és törekedj a kényelemre. Számomra az vált be, hogy előre megtervezem a napjaimat, így pontosan tudom, hogy a következő nap mi fog velem történni. Egy megfelelő laptop, egy kényelmes egér és egy kis mozgás csodákra képes a motivációhoz. Remélem tetszett nektek ez a videó, nektek mi vált be, hogyan dolgoztok otthonról. Én Drevenyák Dávid voltam, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!